Ebben az évben nem volt rá lehetőség, hogy hagyományos módon ünnepeljük meg a költészet napját. Városunkban a lelkes helyi lakosok április 10-én számos verssel és idézettel színesítették a kirakatok és az buszmegállók üvegfelületeit. Így emlékezve meg a jeles napra. A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, költő találkozókkal és versekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A költészet napja alkalmából évek óta írunk a város közel 40 kirakatár és 9 buszvárójára. Ez elég régóta tart, már úgy vélem közmegelégedésre. Ez az időszak mindig a tavasz kezdetére esik, és úgy gondolom, hogy ilyenkor megújul minden a természet, minden, a vélhetően mi emberek is, és ebből a megújulásból segítenénk egy kis lelki erőt, egy kis lelki ölelkezést, szellemi táplálékot adni a verskedvelőknek és a még nem verskedvelőknek, ők örömére, hát ha ezzel talán ezáltal a jelenlegi nehezebb helyzetből egy kicsit vidámabban lépünk előre közös erővel, és optimistábban nézzünk a jövőbe. Kik vesznek részt ebben a kezdeményezésben, és hány felületen kerül kihelyezésre? Ez közel 40 üzletnek a kirakatára kerül ki, és valamennyi buszvárónak a belső felületeire. A segítőim a Gázláng Egyesület tagjai, valamint a Porszem Egyesületnek az önkéntesei. Közel 100 versből, ezt jellegzetesen többnyire követi a boltnak a jellegét, ami jellemző a bolt jellegét, de van, ahol külön kérésre a üzlet tulajdonosa kéri, hogy őnek ez a vers tetszik, és ezt írjuk rá. Na, a felénél majdnem ez van, hogy ő ezt szeretné. Honnan indult ez a kezdeményezés? Ez egy debreceni ötlet alapján valósult meg nálunk, akkor ők még úgy csináltak, hogy egy A4-es napra kirakták. Mi úgy gondoltuk, hogy így szebb, hitelesebb, hogyha mi saját kezüleg írjuk ki. Nyilván ez szép, átlátható és olvasható, és úgy gondolom így a emberi gondolkodás jobban benne van, mintha egy A4-es lapra legépelt versidézetet rakunk ki. Vannak-e esetleg visszajelzések a helyi lakosoktól, járókerőktől? Hogyan fogadják ezt a kezdeményezést? Többnyire köznek tetszik ez a kezdeményezés, ugye évek óta tart már, de nagyon sok korábban még sok üdülő volt itt, és látta, és nagyon tetszett nekik, és mondták, hogy ők is meg fogják ezt valósítani a saját városukban, illetve környezetükben.